egy ilyen remastered volt, de nem volt ennyire szép, mint ez. Aha, csak ott is egy, mondjam, az irányítás katasztrófa volt. Ha jól tudom. Nincs rajta egy olyan beállítás, hogy mondjuk klasszikus irányítás, mint szokott lenni. Ja, nincs. Jobb az irányítás jóval azért, mint a réginél. Én azt hallottam, mert ugye van egy ilyen fanatikus rezi rajongóm, aztán ő mondta, hogy ők mindennel játszottak az összes részével, és mondta, hogy javítottak rajta, de még mindig, hogy mondjam neked, még mindig vannak benne azért nehéz dolgok. Ha mondom, a beállításba bemegy az ember, ott azért be tudja magának állítani úgy, hogy jó legyen. Jó legyen. Persze. Vagyis hát ahogy neked jó. Most azt nem mondom, hogy tökéletes lesz. Néha vannak olyanok, hogy amikor jön az ellen, akkor éppenséggel belassul a célzás. Amikor meg beállítod messziről, akkor meg tök jó. Tehát nem tudom, azért vannak ilyen érdekességek, de na minden meg lehet szokni. しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。 話すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。防げ、ヒロキ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に囚われることはあるまい。 ここまでだ。三十郎様。三十郎様。三十郎様。一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。された。修行を忘れるでないぞ。ね、 前 vagyok bazon. こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は父の自慢の弟子でございます。今のは三十郎様かい。ああ、そうだな。あんなに急いで。お弟子様の後を追って、あんなに急いで。お弟子様、ご師匠様は門の方へ向かわれました。 Szóval minden kis át kell itt nézni. Ez milyen játék, amivel játszunk? Egyik PlayStation Plus-ba volt ingyen. Aztán, aha. És hát ez egy japán játék. Szamurájos. Fekete-fehér szamurájos játék. Jó, mert
azért, hogy mondjam neked, nincs nehézségi szint, hanem úgy van, hogyha körülbelül megütnek háromszor, akkor meghalta. Tehát mindezek a, nem is tudom, ezek a soul game-ek, hogy nehéz azért, de jó, nekem tetszik, mert lehet gyűjtögetni benne. Meg azért marhára oda kell figyelni, olyasmi, nem tudom, te játszottál az évvel a... Mi volt ez a másik szamurájos? Ghost of Tsushima. Ja, így ismerem, de nem játszottam vele. Hú, én azt végigvittem a szenzációs játékot. この追いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様が駆けてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまい。承知いたしました。先生はどこ？かたじけのうございます。 Nincs vettem fel. Igen, figyelni kell marhára, mert amikor először játszottam vele, csak teszteltem a játékot. Ugye egy... Mi az? Két-három órát játszottam vele. És hát utána jöttem rá, hogy igazából mindent meg kell nézni. Én csak ott futottam, gyilkoltam, az kész. Aztán rájöttem, hogy hát menet közben, hogy hát az nem csak erről szól, hanem... Vannak olyan irányok, alternatív útvonalak, amerre érdemes elmenni, mert ott találsz ilyen eldugott dolgokat, és akkor össze lehet gyűjteni az összes cuccot, és akkor úgy még pluszra tud fejlődni a kisrác. De nem feltétlen arra kell menni, amerre a sztori van, hanem itt is körbe kell nézni. Tehát ez így jó, ez így tetszik. Meg ez a japán kultúra, engem az mindig. Na most lehet menni arra, meg erre, de most ez az, hogy ezt nem tudom, hogy merre érdemes menni. Aha, szerintem most jól felejöttem. Ja, ez a mentési hely. Jó, a shrine-nak a mentések. Ez bánt engem, ez a bácsi. Anyu Collectible. Na, és már ott hagytam egy dolgot, látod? Erről beszél. És még csak most kezdtem a játékot. Ezt már egyet ott is hagytam. Ezt hogy csináltam, bazdmeg? Mondjuk idegesít, messze akarom. Azért kezdtem újra, mert fel akarok szedni mindent. De hát nem láttam, hogy hol van. Még jó, hogy vissza tudok menni. El van dugva nagyon itt minden. És akkor ez volt itt a második, akkor ezelőtt van az első. Hol van? Olyan hülye jelzi. Tehát nem is jelzi, hogy hol kéne megtalálni igazából. Ez a vicc. Hanem, hogy mész, és egyszer csak egy ilyen fehér kis, nem is tudom mi, pötty felvillad a fejed fölött. És akkor ott akkor meg kell nyomni az X-et. Egy kis, hogy írja, hogy nyomd meg az X-et. Hanem mondom, hogy neked kell rájönni. Kicsit ilyen furi. Akkor is megtalálom. Velem nem baszik ki, megtalálom. Meg kell találni. Ez a lényeg, hogy minden meglegyen, mert nekem kell minden. Lehet, hogy ez itt lesz akkor. Lehet, hogy ott. Nem tudom, hogy tartalomban egy változott valamit amúgy a
játék a 4-es a régi, ez képest egyre is megtud a régi. Nem, egyáltalán nem játszottam a 4-essel, ez nekem kimaradt, a 4-5-6, anno, és tehát ez nekem egy teljesen újdonság volt, de aki ugye játszott vele, az írta, hogy tök jó, hogy tehát ugyanaz, mint a régi, de viszont vannak benne újítások, és új részek is, ami nem volt például a izébe. Aha. Tehát, hogy van benne, direkt raktak bele, tudod olyat, hogy legyen benne újdonság. Na és akkor ez most hol van? Ó, akkor egy kis köcsög ez a játék. Vagy nem időrendbe adja oda. Most az így nekem egy kicsit kínai a játék így. Aha, hogy te dojo. Lehet, hogy ezt is át tudom nézni. Itt egy ajtó. Aha! A köcsög. Ha né, már találtam egy új helyet. Hát tudok tréningelni. Oké. Okay. Opácska, hát akkor itt van egy eldugott hely. Remélem itt lesz. Aha, itt van! Hogy eldugták? Kész is, megvan. Aha, mert úgy vagy 2, 4, 6, 7 dolgot kell megtalálni, 7 artifaktot. Vannak skillek. Tehát ez jó ki van találva, skillek. Itt kapod meg, hogy mivel mit tudsz csinálni, igen. Defensive skillek. És van a movement. Igen. Jó. Ugye van journal. Jó. Na megvan minden. Most sem mehetek. Nagyon kell figyelni ennél a játéknak. Főleg úgy, hogy fekete-fehér, tudod, ez egy kicsit olyan furcsa. Ja, és természetesen japánul beszélnek meg, japán az írás. A felirat mondjuk az angol. De én direkt japánra állítottam a nyelvet, mert ez így jó. Hát figyelj, a vizét egyébként, az a Rezi 4-et 26 óra alatt vittem végig. Aha. Tehát azért szerintem marha hosszú. Én nem tudom mennyi volt régen, de... Van itt is kereskedő, úgy mint a 8-ba, akinél tudod fejleszteni a fegyvereidet, a tőrödet, a mindenedet. Lehet agyalni, lehet tényleg keresgélni kincseket. Egy csomó fejlesztés kapsz értük, akkor mondom, ilyen eldugott dolgok. Hát érdemes fülessel játszani, mert például csak fülessel lehetett hallani azt, hogy hol van eldugva ez a kis figura, amit így ki kell lőni. Tehát van egy ilyen felhúzhatós kis figura, mindig pályán egy, és az, mivel felhúzhatós, tudod, ilyen hangja van, hogy fel van húzva, és tudod, így jár le. És hogy mész, egyszer csak meghallod ezt a hangot. És akkor a fülesen minél hangosabb lesz, tudod, a hang, és ott ugye mivel, hogy térhangzás, ugye, hallod, hogy jobbra vagy balra helyezkedik el. És akkor így könnyű megtalálni, mindig a sötétben van, mindig a háttérben van, mindig valahol fönt van, ottól kurva nehéz észrevenni. Volt, hogy 5 percig csak nézelődtem, hol van, tudod? Én akkor is megtalálom. Azért jó, mert hogyha tényleg olyan vagy, hogy többször végig akarod vinni a játékot, akkor érdemes összeszedni, mert ugye azért kapsz ilyen bónuszt. Hát figyelj, én lettem, B kategóriát értem el a végére. Ugye van a S, A, meg a B, C, D, E, így jön a... Én B-s lettem. A izé szerint
úgy kell végigvinni, hogy ás legyen. Mondom, az jó. Akkor kapsz egy speckó fegyvert, ha ásra... ásra végigviszed. Cicály, aludjál szépen úgy. Na. Mindenkivel megállunk beszélni, minden ajtón bemegyünk, körbenézünk. Sprintelni tudunk a körrel, jó, az most nem érdekel. Aha, itt is itt eldugott. Sajré. Egy virág. Sakura virág. Most segítek a falut megtámadni. Ennek is jó a sztória, mert ezt a kisgyerekként kezded a dolgokat, aztán utána ugye felnősz, és akkor meg kell harcoljál. Ez a mesteredet megölik, megtámadják a falut. Aztán... Na, megjöttetek hatalmat. Levágnak mindenkit. Ja, most én vagyok, értem. Reppel vietek. Nézzük meg, hogy megtámadtak. Aha, itt meg már majd üzenni kell harcolni most már. Jó, hent is megvolt. Health and stamina. Na igen, itt a lényeg. Na, harcolni kell. Mi a macska, mit látta? Éppen fölkapcsol a fejed. Nem jön be az ablakon, semmi nem kerül ki. Az a fej. Tesszanka, mi az? Mit látta? Hm? A gyerek is köcsög, meg kell védekezzek ezzel. Aj, be szamuráj! Be, bocsánat. Aj, lassú voltam, bazd meg. Aj, fáradtam! A kurva élet. Hát az nem ér, levág egyből az elején. Hallja már meg, faszomba. Megöltem. Az első gyilkosságom. Kisgyerekként. De hülyén néz ki. Na, jó van, Norbi, elmentem készülődni. Jó van, Imi. Jó készülődés. Meg további jó játékot. Köszi, köszi. Kitartás, kevés mellőt. Jó van.
Jó, köszi. Alia. この向こう水なものの方は誰だ? 死て! 逃げるなら今のうちじゃ! おのれを買いかぶりすぎじゃ! もらう。行くぞ。酒を飲みながら銭を勘定する頃じゃ。
すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。拙者を音もさせていただければ。相方が無事であればよいが。奴ら百姓は何も持ってねえ。塵も積もればってやつよ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかり分けましょう。手を出すでない。
退いておる。これは先生の行いか。社の中に何かあるはずだ。逃げるなら今の先やつじゃ。ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。てタナカ、都市派もいかぬ小僧の手に我が折々幼なし、我が我が父を討ち取りし時より参れ、刀さばきを見せてみよう。
さあ、参る。タッ！武士の風上にも置けぬ。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ賊め、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじい。たとえお主の命が尽き果てようと。承知。行くぞ。よし。アイコンが頼んだぞ。先生の名を汚すようなことはしません。まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いません。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばなるわ。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、やつが上川村の者どもでございます。では奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿、いざ参る。まあ、すげえの言うとさたみんな嫌い。生きておろうが死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならぬ。Na, tiszteletem, jó napot kívánok mindenkinek, üdvözöllek titeket. Hát az elején nem beszéltem, de ez egy legújabb szamurájos játék, a Track to Yomi nevet viseli, ahol is láthattátok a előzményekből, hogy kisgyerek korunkban milyen atrocitások történtek,
ahol is ugye a mesterünket megölték, és innen felcseperedve folytatódik tovább a történetünk, ahol is úgy látom az egész környéket le kell vadászni. Na már most ebben a játékban is az a lényeg, hogy mind a mellett, hogy nagyon tökéletesen kell védekezni, nem sok életünk van, az ugye az látszik. Ott az a 2-4-7 darab kis négyzet, annyiszor üthetnek meg, és a csík alatta a stamina csík. És hát nagyon körbe kell nézni mindenfajta résbe. Be kell nézni, mert ott vannak az eldugott gyűjteni való dolgok. És ugye szeretném összegyűjteni az összeset. Hát a japán kultúra megelevenedik ebbe a játékba. Természetesen fekete-fehérre játék. Vér nincsen benne. És ugyebár japán nyelvezetet állítottam be, azért, hogy még autentikusabb legyen a játék. Természetesen angol felirat az dukál hozzá, nagyjából értsük is, hogy miről van szó. Így. Ezeknél a shrine-oknál, mielőtt mentünk, ezt összeszedem. Aha, jó. Tehát itt tudunk menteni, és ezen a helyen tölti föl maxra az életünket. Ezek a shurikenek, amiket hármat tudunk dobni. Érdemes elhasználni vagy több ember ellen, vagy egy ilyen kis boss ellen. Tudunk perizni. Mert természetesen a védekezés, a peri az idővel. Na, tehát az időben bevitt peri a legtökéletesebb, mert akkor ellen tudunk támadni. Kaptunk egy új mozgást. Jó, biztos. Hát most egy kicsit ledaráltak, de itt ugye újra fogok éledni. Aztán a shurikent azt nem tölti újra. De mindjárt meglátjuk, azt nem. Shuriken nem töltődik újra, viszont az életünk igen. Erre egyet tudunk kivégezni. Aha. Megszúrjuk és le tudjuk vágni a fejét az illetőnek. Csodaszép. És itt az előző mozgás is a stunning. Meg tudjuk stunolni az ellenfelet, és ha megvan stunolva, ki tudjuk végezni az R1-je. Na, ez egy boss fight lesz. Természetesen dobom a shuriken. Erre egyen lehetett valaki végezni. Nem tettem meg, hanem csak simán levágtam. Pedig meg lehetett volna, elfelejtettem, hogy erre egyet kéne, de majd a következőnél. Hopp, ott van valami. Egy shuriken. Másfele itt nem lehet menni? De itt jobbra. Aha, jó. Mielőtt erre jövök, itt lent a patakpartot megnézem. Ja, arra nem lehet menni. Jó, azt hittem, itt lesz eldugva valami. Aha, itt viszont van eldugva. Egy shuriken. És egy szobor. Mindegyik ilyen kis találmányról leírást kapunk. Meg lehet nézni, hogy a kultúrába milyen szerepet foglalt ez a tárgy.
És láttátok itt is, itt volt az irány velem szembe, de ugye elmentem jobbra, mert úgy valahogy éreztem, hogy mielőtt tovább megyünk, itt lesz eldugva dolog. Na, te kurdam. Nem mindig úgy támadnak. Nem mindig úgy támadnak. Na, szép volt, haver. Szerintem megvan a hangulata a játéknak, attól függetlenül, hogy fekete-fehér. Na, itt ugye már több helyszín van. Láthatjátok. Iksa da to kiite otta no ni. Ame no naka, babado mo kippu. Ez szép volt. Kinyírtam mind a négyet. Kiszabadítjuk a srácot. Adott is egy boss shurikent. Aha. Na itt fölül ment el a srác. Oda jobbra nem tudunk elmenni. Oké. Okay. Oda fölülre meg majd lehet, hogy föl kéne jussak. Jó. És ha jól látom, itt fog fölmenni majd. Na, több irány van, nézzük meg mindet. Oda át, ott van valami cucc. Ezt konkrétan nem is láttam. Ó, a New Collectible. És egy... eldugott. Igen. Cucc, ugye ez a lónak a kengyele. Hirtelen nem jutott eszembe, hogy mi az. És itt vagyunk fölül. Oké. Okay. Staminát húzta meg ez az eszköz. Ez genya volt, máshogy támad. Itt már nem megyünk vissza. Na, itt is két irány van, egy balra és egy szembe. Megnézem ezt itt. New Collectible, a három majom. Jó, hogy erre jöttem. Páncélozott ellenfelek. Fasza. Hát akkor tudjátok, mi jön most? Shuriken.
この先は誰も通さん。És kivégzés. Mindenféleképp. Az mono. Tōsan. Shine, shine. Rossz kemény volt. Megkaptuk a heavy combination. Oké. Okay. Nem volt egyszerű, de tovább jutottam. Az egész falut elrabolták, úgy látom. Meg kell mentsük Moritsút is. Oké. Okay. すぐさま話せ。抜けたそうバンタでいいか。何？ユギ兄じゃみっぱじゃく。なかずみんなんき。でもとったものばんに助けたり。Ó, na ez egy buzi. Eddig. Szép volt. Itt több irány van? Nem, jó. Azt akartam megnézni, tudok-e térbe itt mászkálni, például itt lefele. De nem engedik. A nőhöz se tudtam oda menni. Egy futok egyet, aztán megnézzük. Nem, ennyi. És ugye ezt meg lehet csinálni, hogy így fut, és akkor amikor odérsz, akkor tja, és leszúrod az illetőt. Tehát nem egy olyan rossz taktika, de a staminát figyelni kell. Mindenféleképpen. És meg is próbálkozok egy ilyennel. Ez szerintem szép volt. Lesz a köcsök. Nincs több surikerem. És ez egy páncélozott hadosztály. Azt is van. Szép volt. Mielőtt bemegyek, jó, bemegyünk. Az elég szépen ki van vitelezve ez, hogy ezek a kameraállások nekem nagyon tetszenek, hogy különböző nézetekből tudjuk megtekinteni a történést. Meg kell mentsük a falusiakat. Ez jó volt, stamina. Kaptunk egy staminát, meg egy csíkot. Ott meg itt is van egy shuriken. Körbe kell nézni mindenhol. Beszélgetni nem tudok? Jó. Nani mo kamo toraretak. Nani mo kamo. Szabadok vagytok, mint az állat. Előre kör és háromszög. Kodi!
Úgy látom, az ilyen helyeken kapjuk meg a spéc dolgokat, hogyha kimenekítünk mindent, hogy mindenkit köten. Jó, erre nem tudok tovább menni, csak itt jobbra. Itt nem mindenki jöttem fel. Itt egy létre fel tudtam jönni, de hogy minek, azt nem tudom. Természetesen megnézem. Aha, megvan miért, ide. Aha. Ó, épp hogy, elfáradtam. Aha. Valószínűleg erre kell tovább jönni. Lent még akkor körbenézek. Ja, ennyi, ennyi. Itt van valami baloldalt. Aha! Ott volt az újabb eldugnivaló. Na, várjatok, srácok. Jó. Még 2 percet fel tudok venni. Figyelnem kell. Na, az igaz. De ha szép volt, kurva vagyok. Ez mindig beszopat az ember engem. És oda is mit találtam? Hogy visszajöttem. Háj, de jól csináltam. Az igaz. Minden rendben, nyugodjatok meg a picsába. Ott egyenesen lehet menni, és balra. Megnézzük a balra irányt. Én úgy látom, hogy a... Szerintem ez lesz egy rejtek hely. Először mentek. Meg jól tettem. Ezek volt, szép volt. Mindenki jött több ide, nem adott semmit, nem baj, megvan. Meghalt a köcsök. Jó, hogy erre jöttem, itt volt eldugva. Több dolog is. Shuriken is volt, és... Stamina upgrade.